Az allergiás tünetek erősségének mérséklésére javasolják, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelő orvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállításáért. A nyári szezon a vakáció mellett számos negatív meglepetést is tartogathat, ilyen az allergiás egyének számára a különböző növényi allergiáknak a megjelenése, és a legveszedelmesebb tulajdonképpen, ami a legtöbb panaszt okozza, és a legnagyobb embertömegeket érinti, ez a parlagfű allergia. Maga a parlagfű az Magyarországon tájidegennek számít, tehát 1920-as években egy behurcolt növényfajként jelent meg, de hát ahogy a gyomnövényekre általában jellemző, nagyon életképes, nagyon szapora, így nagyon nagy területeket beborított azóta az eltelt 100 esztendő alatt. A II. Világháború után kezdett olyan mennyiségben megjelenni a magyar területeken, hogy már ez allergiás tüneteket is okozott. Az így a pollenje az a legfőbb allergén, amely tehát ilyenkor gondokat jelenthet. A légutakon keresztül kerül be, ez azt jelenti, hogy az orrtünetek, illetve egyéb légúti tünetek azok a kiemelkedőek, amelyek a betegek panaszait elsődlegesen okozzák, de a fogékonyaknál még a szemviszketés, illetve a szem könnyezése is előfordulhat, így a használható főbb gyógyszercsoportok a szisztémás antiallergiás szerek, illetve a különböző szemészeti vagy olyan nazális készítmények, mint a különféle orrcseppek vagy orrsprék. Az NNK irányítása alá tartozó 20 állomásból álló aeróbiológiai hálózat pollen monitorozási adatai alapján a parlagfű tömeges pollenszúrása augusztus első napjaiban vette kezdetét. Ekkortól már országszerte tüneteket okozhat a virágpora. Akik komolyabb, vagy saját megítélésük szerint komolyabb tünetekkel kell, hogy éljenek, ők azért biztos, hogy már részt vettek allergiateszten, feltehetően vagy a házi orvosuk, vagy pedig allergológus segítségét már igénybe vették, és őnekik már gyakorlatilag felírásra kerültek azok a fontosabb készítmények, amelyekkel a tüneteiket enyhíteni tudják. Amennyiben új páciensekről van szó, mert mindenképpen figyelni kell a tüneteket. Itt a szem, az orr, illetve a légúti egyéb tünetek, tehát akár a szájpadlás viszketése, torokkaparás, köhögés, ez súlyos esetekben akár asztmás tünetekig, fulladásig, nehéz légzésig is elmehet, tehát mindenképpen azonosítani kell azt, hogy valamilyen fertőzés, vagy pedig allergia okozza a megjelenő tüneteket. A szezon erősségét nagyban befolyásolja az augusztusi és szeptemberi időjárás. A pollenterhelést a tartós, esős időszakok átmenetileg visszavethetik, de a záporok, zivatarok csak rövid időre tisztítják meg a levegőt. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján augusztus végén, szeptember elején várható. A parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzése idén is segíti az allergiásokat. Így könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre, azok kezelésére, illetve megtervezhetik utazásaikat. A kifejlett parlagfű terjedése ellen leghatékonyabban felmagzás előtt bimbus vagy virágos állapotban végzett kaszálással lehet védekezni, ami a földhasználóknak jogszabályban előírt kötelezettsége. Hát a legfontosabb védekezésünk az, hogyha egyáltalán írtjuk magát a parlagfüvet. Erre bárki különböző jó tanácsokat találhat akár az interneten is, de a legfontosabb vagy a leg
hasznosabb valóban gyökerestől kitépni a bajt, kitépni ezt az allergizáló növényt. Itt is ajánlatos gumikesztyűben végezni ezt a tevékenységet, hiszen a bőrön is ekcémaszerű tüneteket okozhat. A különböző leírásokban még, amennyiben nagyobb területeket érint, akkor nyilván a kaszálás is szóba jöhet, vagy egyéb permetezőszereknek az alkalmazása, de ez ugye ez esetben különös körültekintés is szükséges lehet. Az allergiások, akiknél már azonosított, hogy parlagfű allergiában szenvednek, az ő esetükben a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan közli azokat a főbb tudnivalókat, egyáltalán a levegőben megjelenő pollen mennyiségét, amely alapján azért kalkulálni lehet a tünetek megjelenésére, illetve súlyosságára vonatkozóan, és olyan pollen térképek is forgalomban vannak, amely alapján pedig esetleg a Magyarország legpollen szennyezettebb, leginkább parlagfű szempontjából veszélyeztetett területeit is bemutatja időről időre frissítve. A lakosság által észlelt parlagfűves területek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vagy a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület oldalán keresztül könnyen bejelenthetőek.